Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Minden gyermek álma, ugye, volt egy könyv, ez a Tarzan. És ezt a könyvet nagyon szerettem, a mai napig is szeretem. Én ott kerültem először kapcsolatba Afrikával, a dzsungellel, és magával Tarzannal, és természetesen egy gyerek számára ez egy olyan élmény, ami sokáig az emberben benne marad. Majd utána egy nagyon érdekes történet volt, egy barátomnak, amikor rokon a Fokvárosban élt, és az 60-70-es években hazajött, és mindig mesélt, hogy milyen szép az az egész rész. Természetesen akkor ez elérhetetlen volt, ezt ma kevesen tudják, de akkor az, hogy valaki Afrikába elmenjen, talán akkor, hogyha netán valamelyik családtag diplomata volt, vagy valamelyik külkereskedelmi, vagy más vállalatnál dolgozott. Számomra aztán úgy hozta meg, úgy jött az élet, hogy kerültem közelebb Afrikával, sokáig lapkiadással foglalkoztam, és ezért nagyon sok kapcsolatrendszerem volt az akkori parlament, ez azért mondom, hogy akkori parlament, mert ez a 90-es években volt, és ott találkoztam egy-két olyan emberrel, aki kapcsolatban volt, illetve akkor úgymond diplomáciai státuszban volt, és akkor beszélgettünk mindig, hogy Afrikát hogy szeretném, mint szeretném, és valahol így kerültünk ki a feleségemmel Guineába. Ez Guinea-Conakry. Majd a történet ott fordult meg, hogy 98-ban volt egy World Science Forum Magyarországon, ahol véletlenül itt volt a namibiai tudományos miniszter, és hát úgymond egy nagyon furcsa valaki fölhívott, hogy szeretnél vele találkozni, és mondom, természetesen, hát akkor mondd meg, Flamengo szállodában lakik, hív föl, de hát természetesen mondjuk, hogyha ez Magyarországon történik, hogy te hívjál föl egy minisztert, azért ez nem ilyen egyszerű. De mindegy, nagyon aranyos volt a történet, nem volt ott, ő visszahívott engem, és mondta, hogy reggelizünk másnap együtt. Na már 44 miniszter volt akkor különben itt a World Science Forumon, tényleg nagyon jót reggeliztünk, beszélgettünk, és akkor fölvetődött, hogy szívesen képviselni a Namíbiát. A Namíbiának eddig Bécsben van ENSZ missziója, sehol máshol nincs, és mondtam, hogy hát természetesen nagyon szívesen, és azt azért tudni kell, hogy itt a tiszteletbeli konzulok a különböző regék mennek. Azért tiszteletbeli konzuli rangot úgy lehet kapni, hogy egy országnak vagy egy minisztere, vagy egy szakszervezete, hát valaki azt mondja, hogy fölterjeszti, és tulajdonképpen az én miniszterem, aki ma Nahas Angula védelmi miniszter, korábban miniszterelnök volt, azelőtt volt tudományos miniszter, hát nagyon gyorsan lépett, és a köztársasági elnökhöz fölterjesztett, és nagyon hamar tulajdonképpen én belekerülhettem abba a helyzetbe, hogy hát Namíbiának én lettem a tiszteletbeli konzulja, ez tulajdonképpen már 14 éve. Örültem, hogy Namíbiának a múltjában benne volt, hogy ez egy német gyarmat volt 1918-ig, tehát ergo németül is tudok beszélni. A hivatalos nyelv az a angol volt, de tényleg szó szerint bárhol a problémád van, akkor németül is tudsz. Majd megérkeztem ebbe a csodaszép országba 2000-ben, és ámultam-bámultam, mert ez bizony olyan világ volt, hogy tehát mindenki, ha Afrikáról beszélünk, azért nagyon sok fenntartás van. Ezt ma is azt mondom, hogy legyen is, mert Afrika nagyon sok színű kultúrával rendelkezik, minden ország teljesen más, tehát ez egy szerintem egy hamis tévhit, hogy Afrika minden ugyanaz, nem. Minden országnak megvan a maga törzsi
felépítése, a maga színes kultúrája, és nem lehet egy lapra venni azt, hogy most az egyik ugyanolyan, mint a másik. És hát Namíbiának nekem egy csodálatos élmény volt, megérkeztünk, és mintha Bajrútban, Németországban, vagy Nürnbergben, vagy Zürichben szálltunk volna le, akkor még Lufthansa-val repültem, mert Lufthansa akkor még volt, és hát valami egy csodálatos kis városban, Windhoekban találtuk magunkat, ami négycsávos főúttal, és olyan tiszta, hogy szerintem még néha Budapest is tanulhatna belőle, mert egyszerűen mint a városvezetés, mint az emberek. Valószínűleg a német kultúra nagyon sok mindent hagyott ott, miután nagyon sok német telepes is él, de azt kell mondanom, hogy számomra egy borzasztó kellemes csalódás volt, és az emberek barátságosak, és ami Namíbián egy nagyon fontos, sokáig én se tudtam, hogy Namíbia függetlenségét tulajdonképpen még anno 1966-ban Magyarország kérelmezte az ENSZ-nél. Tehát, hogy mi is ebben nagyon sokat, sok nagy szerepet játszottunk, sőt, ezt talán ma már úgymond nem szeretjük hangsúlyozni, de bizony segítettük a felszabadítási mozgalmat, mint élelmiszerrel, mint másfajta oldalon, ezért a magyar embereket nagyon szerették, és szeretik mind a mai napig, és tulajdonképpen ekkor elindult, számomra egy új világ indult el. Egy tiszteletbeli konzul, igenis, nagyon-nagyon sokat tud tenni egy országért. Ennek az alapvető oka az, hogy még egy hivatásos nagykövet, annak azért nagyon sok mindent be kell tartania a hivatali útján. Én pedig azért, ahogy most is a mai namibé kormány bármelyik tagját fölhívhatom, oda mehetek hozzá. Tehát ergo, én ott nem vendég vagyok, hanem én az ő kormány tagjuk, hogyha így mondhatom. És ez azért csodálatos, mert egy pozíciót akkor tudsz ellátni rendesen, ha te tudod, hogy mögötted állnak azok az emberek és az az ország. És itt nem csak azt értem, hogy maga a kormány vagy az állam, hanem az ott lévő emberek is. Megnyugtató, hogy eddig Magyarország és Namíbia között folyamatosan tényleg egy nagyon jó a kapcsolat, és bízom benne, hogy ez a kapcsolat ugyanígy tovább jó marad. Egy dolog, egy tiszteletbeli konzul akkor tud bármit tenni, ha akar. Tehát ezt azért úgy kell elképzelni, hogy az maga, hogy téged kineveznek, az egy ügy, az egy adminisztráció onnantól kezdve. Neked kell úgymond önmagadtól is, meg nyilvánvaló, hogy a kormányod is meg fogja tőled követelni, hogy turisztika, kultúra, gazdaság, tehát hogy ezekben az ügyekben próbáljál a két ország között minél nagyobb kapcsolatot kiépíteni. Én hála az égnek, ennek nagyon örülök, mert 2006-ban egy oktatási egyezmény sikerült a két ország között. Talán Namíbiával én nekem egy kis szerencsém van, mert ha afrikai országokat most körbenézünk, Afrika mondjuk azt, hogy mindig egy forrongó földrész volt, ez szerintem mindig így is fog maradni, én például ezért szeretem Afrikát. Bízom benne, hogy a jövőben nem csak oktatási, hanem lesz a mezőgazdasági egyezmény, meg még nagyon sok minden. Németh Zsolt parlamenti államtitkár volt Namíbiában, ez is tulajdonképpen egy jó érzés, hogy Gána, Angola és a utolsó állomása Namíbiában volt, hogy ő megemlítette, hogy a vízügy és a mezőgazdaság, de ebben a mezőgazdaságban már lépés van, mert ott már egy tervezet van ott, amiben a két ország. Szerintem
tulajdonképpen a, mindenképpen a fontos Namíbia számára az áramellátás, tehát én ebben is látok nagyon sok jövőt. Ugyanakkor Magyarországnak nagyon sok szellemi tőkéje van. Azt tudnék, hogy Namíbia a negyedik a világon a uránkészletével. Viszont van egy nagyon nagy probléma, hogy nincsenek ezekre szakemberek. Tehát ergo, erre ott Namíbiában egy tanszéket kell létrehozni, és ezeket a jövő nemzedékét fel kell nevelni. Nálunk viszont azt kell mondanom, hogy erre nagyon sok kiváló professzor és tanár van, és én próbálok ebbe lépni, hogy tényleg ebben az irányban tovább tudjunk menni, hogy esetleg, hogy innen mennek ki tanárok, és oktatják a jövő atomtudósait. De mellette Magyarországonra is jönnek diákok, tehát azt is tudni kell, hogy mezőgazdaság területén, a Gödöllői Egyetemen, a Szent Istvánon, akkor orvostudomány területén szintén tanulnak Magyarországon. Két ország között tényleg nagyon jó mozgás van elmúlt évben. Hát négy miniszter is volt itt, volt egyszer oktatási miniszter, akkor volt egyszer környezetvédelem és turizmus, az egybe van Namíbiában, akkor volt a védelmi miniszter is, tehát én annak nagyon örülök, hogy a két ország között az egy folyamatosság van és állandó mozgás van, az azt jelenti, addig is én is élek, meg addig élet van, ameddig ez történik, és hát szeretném, hogy egyszer ilyen államelnöki látogatás lenne. Ennek nem én vagyok a szerzője ugyan, hanem a kedves feleségem, de az államelnök a Pohamba, Hifike Punye Pohamba, úgy hívják a namíbi államelnököt, nagyon büszke volt, mert sajnos kevés információ van Namíbiáról Magyarországon, és hát ebbe tulajdonképpen egy picit az én életem is benne van, hogy hogy indultunk 2000-ben.